Weiss és a többiek, vagy magyarok az olasz fociban 1920 és 1960 között megjelent Andreides Gábor történész és Dénes Tamás sportújságíró közös könyve, amely a magyar futballedzők itáliai hatását mutatja be egy olyan aranykorban, amikor előfordult, hogy 18 Szériá csapatból 12-nek magyar trénerült a kispadján egy szezonban. A szimbiózisról, erről az olasz-magyar kölcsönhatásról beszélgetünk most a szerzőkkel. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Vitáztatok a címen? Mármint, hogy nyilván vannak szimbolikus nevek, de hogy miért Weiss és a többiek? Vitázni nem vitatkoztunk rajta, és egyrészt ugye Weiss az egy jó hívónév, másrészt hát tulajdonképpen az elvitathatatlan most túl az Andy Gábornak a kedvence, és azért ez sokat nyomott volna labba, hogyha vitatkozunk, de hát ő a legeredményesebb tulajdonképpen az edzői pályafutását tekintve. És hát az egy nagyon, nagyon különleges és tragikus karrier is, tehát sok minden benne van, és akkor ha neked a kedvenced, Gábor, azt jelenti, hogy akkor romanista éneden is felül tudtál emelkedni, és úgy mondod azt, hogy Weiss és a többiek. Így van, olyannyira felül tudtam emelkedni, hogy Bolognában nagyon nagy kultusza van, és én tagja is vagyok egy bolognai Weiss Árpádról elnevezett szurkolói klubnak, tehát valóban árugó lettem. Ez nem az, magyarokról van szó. Nem, persze. Hogyha azt mondjuk, hogy és a többiek, és a többieknek is nevet kell adni szép sorrendben, hogy ez a könyv nevet ad és mindenkit bemutat, akkor a hatás névsor az hogyan folytatódik? Hát csak néhány gondolatot szeretnék mondani. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy tényleg egy hatásnévsort tudunk felsorolni, hiszen több mint 100-an futballoztak és trenírozták az olasz csapatokat. Hogyha neveket kellene mondani, én talán először a játékosokról beszélnék. Soha nem felejtem el, hogy a híres Avvocato, vagyis Gianni Agnelli egyik könyvében olvastam, hogy ő például egyszerűen rajongott egy nagyon-nagyon gyors futballistáért, akit Gazzella Bianconerának neveztek a torinói szurkolók, a Juventus szurkolói, ő volt Hirzer Ferenc. Tehát sorra lehetne sorolni a jobbnál jobb és fényesebbnél fényesebb neveket, akikről egy picit azért elfeledkeztünk, és ami az én személyes véleményem és szándékom volt ezzel a könyvvel, lehet, hogy ezek nagy szavak, szerettem volna emléket állítani nekik. Igen, mert hogy ez a könyv, ez a játékosokról is szól, nem csak az edzőkről, az edzők szellemi hatásáról, de akit érdekel, hogy micsoda invázióról volt itt szó, az meg is találja a végén, hosszú listákon keresztül szedtétek össze, hogy kik azok futballistaként, illetve edzőként, akik megfordultak. Hát, persze, ez benne van, és hát, hogy idefelé jöttem, gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne érzékeltetni az edzők hatását, aztán a játékosokért is persze, de az edzőkről szólva nincs az olaszon kívül, hát az értelemszerű, hogy az olasz ilyen, amely több bajnok edzőt adott az olasz futballnak, mint a magyar. Heten nyertek bajnoki címet Olaszországban, de annak itt például Weiss Árpád ugye nem is egyet, de hát a bajnoki címet nyert edzők között ott van még Károly Jenő, Schaffer Alfréd, Kudik András, és a második világháború után, az egy könyvnek egy fontos része, a második világháború utáni korszak, amikor Sárosi György doktor, Gutmann Béla és Cezer Lajos is nyert bajnoki címet. Érdekes, hogy kevés azért közöttük az olyan, aki játékosként és edzőként is sikeres volt. Ilyen talán Viola József, akiről azért itthon elég kevés szó esik, és hát ugye Viola tagja volt annak a Juventusnak 1926-ban Hirzerrel együtt, amely Károly Jenővel megnyerte a klubtörténet második bajnoki címet, illetőleg aztán... És olaszosítani is szerették volna, igaz? Hát neki olyan jó neve van, de hát egyébként ő Pozzoval nagyon jobban volt. És őt nagyon is respektálták, hát, és erről, hogy Gábor egy kicsit becsukja a fülét, akkor a Lációt is lehet dicsérni egy picit, vagy hát egyre csukod a füledet. Úgyhogy hát azért a 30-es évben a Láció nagyon fontos csapat volt Olaszországban, és azért, ha valaki a Lációnál dolgozhatott, az biztos, hogy presztízsben is sokat jelentett.
Ha a különféle nemzeti futballiskolák hatását nézzük Itáliára, más megfordítjuk a kérdést, akkor jelentőségében mi magyarok hol helyezkedünk el? Ugye egy olyan futballkultúráról beszélünk, ahol azért össze lehet mérni a dél-amerikai játékos invázióval, ami nem tegnap kezdődött, az osztrák hatással, a némettel, illetve hát az angollal is, amit az angol értelemszerűen nagyon fontos szerepet játszott az olasz futball megalapításában. Hát ez, amit most említettél, azok közül mindenki ott volt az olasz labdarúgás születésénél. 19. század végén, 20. század elején angol tengerész. Meg a svájciak. Meg a svájciak, igen. Tehát az angolok, svájciak ott voltak. Ott voltak ugye a dél-amerikaiak. Sokat beszélünk a könyvben egy fogalomról, az úgynevezett oriundo jelenségről. Ők voltak azok, akik például döntően Dél-Amerikából tulajdonképpen olasz felmenőkre hivatkozva állampolgárságot kaptak, és olasz csapatokban játszottak, de természetesen elvitathatatlan és megkerülhetetlen, és ez érdekel minket elsősorban, a magyar szál az olasz labdarúgásban. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Ez abszolút így van. Én azt gondolom, hogy az olasz futball bölcseinél, a születésénél az angol hatás volt a legfontosabb. De a felemelkedésénél? Igen, amikor eljutottunk addig, hogy a 20-as évekből előrelépett az olasz futball egyet, és ugye arról szoktunk beszélgetni, hogy az angolok, angol futballéval nehéz összehasonlítani, az angolok nem vettek részt, hogy a 30-as évben világbajnokságban. De az eredményeket tekintve az olasz futball világelső lett a 30-as években. Most abban, hogy az olasz futball világelső lett, három pillér nagyon fontos. Az egyik az állam szerepe, az állami szerepvállalás. A második az oriundoknak, a dél-amerikai játékosoknak, vagy elsősorban dél-amerikai játékosoknak az oriund, ugye nem csak a dél-amerikai jelenti, megjelenése, Orsi, Monti, lehetne sorolni a neveket, és a harmadik pillér pedig ennek a bizonyos dunamenti iskolának a szellemi tőkéje, amely az dunamenti iskola mondjuk az osztrák és az eredményeket tekintve, ha Fesznert leszámítjuk, akkor elsősorban a magyar. Elsősorban a magyar. Nézegettem egyébként itt a könyveteket olvasva, hogy ha olyan listát szeretnéd csinálni, hogy melyek voltak a legmagyarabb klubok, mármint hogy a kispadon ülő edzők száma és a hatás és az eltöltött idő lapján, akkor például látom, hogy például az Udinézének gyakorlatilag a II. Világháborúig szinte csak magyar edzője volt, de aztán itt szó esett arról, már utaltunk arra, hogy az AS Róma első bajnoki címe, ugye magyar emberhez kötődik, a Grande Torino, Erbsteinnel, az a hatás, Sárosi bajnok volt a Juvéval. Szóval, hogy néz ki ez a lista? És nekem mégis valahogy érzése a Bologna volt ebben, amelyiket azt mondom, hogy biztos, hogy nálam háromban van, ahol a legerősebb a magyar hatás. És még az Intert is, és az Intert is említeném, bizony, ahol ugye 26-tól nagyon sokáig gyakorlatilag magyar csapatként, tehát ami az edzőket illeti, funkcionált az Inter, hiszen ott is számos magyar tréner megfordul, de tényleg az Udinézénél is az egész bajnokság, azt szoktam mondani, kicsit azért túlozva, hogy ha valaki a 20-as években futballozni szeretett volna Olaszországban azzal a céllal, hogy esetleg a nyelvet is megtanulja, jó eséllyel nem tudta ezt a tervet megvalósítani, mert a csapatban is, a kispadon is, és az ellenfél ugyanilyen pozíciójú helyein, mint magyarok voltak. Igen, és ugye annak az 38-ban világbajnok olasz csapatnak gyakorlatilag nem volt olyan játékosa, akire nem lett volna magyar hatás, azért mert nem lett volna magyar játékostársa vagy edzője. Aki pályára lépett az olaszoknál 38-ban, mindenkinek volt pályafutása során legalább egy magyar edzője, de van akinek több is mondjuk. Érdekes, mert a földrajzi szempontból is, amikről beszéltetek az előbb, mert ugye Udinese, vagy az Udinese vagy Udine, Trieste, Triestina, ezek ugye földrajzilag közeli részek relatíve, tehát ez nyilván. Még azt mondom, az észak-olasz részek is, tehát az Intert, amiről Szijánát beszéltétek, de délen is, tehát ha már Fiorentina, vagy Firenze még nem annyira dél, de hát nyilván Trieste az Udinéhez képest igen, de hát Bari, Cagliari, tehát Szardinia is, és Bari ugye a Csizmának a sarka. Tehát ott is ugyanígy. Hát volt olyan, most már a háború utáni részekre is gondolva, volt olyan bajnoki mérkőzés, nem éppen Bari-Bologna meccs volt a 40-es évek második felében, amikor 7 magyar játékos játszott rajta. Hogyan tekintenek ma, mit érzékeltek az olasz klubok erre a magyar foci történeti szimbiózisra? Érdekességként, valami fajta különös történelmi relikviaként, vagy egy máig is élő és ápolni érdemes kapcsolatként? Csak személyes tapasztalatot tudom mondani ezzel kapcsolatban, és az pedig az első
tehát egy nagyon fontos érdekesség, egy nagyon fontos történelmi tapasztalat. Nagyon nagy tiszteletben tartják a magyar mestereket, de sajnos itt meg is áll a történet, tehát itt véget is ér. Mi is a végére értünk, már csak egyetlen kérdés, mert ez a könyv tematikailag folytatásért kiállt. Most én nem tudom, mit szólhatok munkacímként, Magyar Vándorok a futballglóbuszon, vagy Magyar hatás, edzői hatás a világfutballra, vagy pedig kéne sorba menni, nem tudom, a különféle nemzeteken, hiszen azért ugyanígy a franciáknál persze, sem jelentéktelen a hatás. Említettem az elején azt, hogy egyetlen egy más idegen ország sem nyert darabszám szerint, vagy edzők szerint, száma szerint több bajnoki címet, mint a magyar. Ugyanez igaz Svédországra, ugyanez igaz Portugáliára, és hát még lehetne sorozni Svájcban, hogy teljesen mondott Franciaországban. Franciaországban elsősorban a játékosok, nem az edzők, de érdekes, hogy ugye hát Angliában, a brit szigeteken más szabályok voltak a munkavállalás engedély miatt, ott nem volt erős a magyar hatás, de ezt leszámítva minden országban találunk szinte Európában olyan magyar edzőt, akire érdemes büszkének lenni. A legfontosabb szállót feldolgoztátok, mindenkinek ajánljuk a könyvet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget.